Bence, néhány hónapja kerültél a klubunkhoz. Milyen volt a beilleszkedés, illetve milyen volt ez az időszak számodra? Beilleszkedéssel kapcsolatosan azt tudnám mondani, hogy nagyon sok játékost ismertem régebbről, illetve volt, aki csapattársam volt, volt, aki válogatottban is játszottunk együtt. Beilleszkedéssel nem volt gondom. Azt mondanám, hogy pozitív volt, viszont ugye a felkészülés elején volt egy 3-4 hetes sérülésem, ami egy kicsit úgy visszabetette a dolgokat, ezzel kellett megküzdenem, azután pedig ugye keményen edzettünk, és hát most itt vagyunk az első helyen. Ugye 9 meccs óta veretlen a csapat, és most már az első helyen állunk. Minek köszönhető, hogy javult a játékunk, és hogy egyre jobban kezd összeállni a csapategység? Én úgy gondolom, hogy az, amit Ciki bácsi mondott nekünk a szezon elején, hogy nagyon fontos, hogy kilövi az első gólt. És én úgy gondolom, hogy a 4-4-es Ajka meccs után realizálódott bennünk, hogy tényleg mennyire fontos. Ugye ott 0-2-ről kellett felállnunk. Sajnos nem nyertük meg azt a mérkőzést, és onnantól kezdve én úgy érzem, hogy sokkal koncentráltabbak vagyunk, sokkal jobban odafigyelünk védekezésben. De én ezt nem bontanám külön, hogy támadók, védők, hanem én úgy gondolom, hogy csapat védekezésben javultunk sokat. A Vác otthonában látogatunk, akik most az utolsók a tabellán. Általában az ilyen kötelező győzelmek a legnehezebbek. Mi lesz a kulcsa annak, hogy elhozzuk tőlük a 3 pontot? Közhelyeket nem igazán szeretnék buffogtatni, mert minden mérkőzés nehéz. A mai nap ugye beletettük a hét elejé kemény munkát a lábakba, holnaptól kezdünk úgy jobban felkészülni a Vácból. Ugye ebbe Vaslaci bácsi segít, illetve ugye videón is meg fogjuk őket nézni. Nem szabad a tabellát nézni egyáltalán, mi jó formában vagyunk, és ugye itt a válogatott hétvége előtti utolsó mérkőzés, hogy szeretnénk úgy elmenni, hogy erre a pihenőre, hogy ott maradunk az első helyen.